nézzük most a jelenlegi helyzet, hogy a munkaerőpiacnak 2020-ra már az 50%-a, 2025-re pedig 4-ből 3 munkavállaló már Y-generációs lesz. Úgyhogy az, hogy nem beszélünk róla, az nem lesz megoldás, mert legkésőbb 2025-re már nem nagyon lesz X-generációs munkaerőpiacon, akivel dolgozhatunk. 1980 és 1995 között születtek ők az Y-generációsok, aztán 95 után következik az Z-generáció. Ami tény, hogy az Y-generációsok énközpontúbbak, mint az X-generáció volt. Azt, hogy ezt sokan annyit mondanak erre, hogy önzőbbek, ezt én így nem látom. Azt tény, hogy kevésbé altruisták, sokkal inkább megvan bennük az a szemlélet, hogy ők a különlegesek, ők az egyediek, minden értük van. Ők nem azért vannak a munkahelyen, hogy dolgozzanak például, hanem azért, hogy magukon dolgozzanak. Tehát egy sokkal inkább a belső énjükre koncentrálnak, mint azt a korábbi generációk tették. Ez a helikopter szindrómát, ezt az amerikaiak szokták használni, ezt a kifejezést, annyit jelent csak, hogy a szülő az lebeg a gyermeke, az Y-generációs gyermeke fölött, mint a helikopter. Ez a mai magyar átlag azt hiszem ilyen 27,5-28 év, tehát addig vagyunk otthon, mondom ezt több eszám első személyben, de nem kell magamra venni a kérdést. Tehát 28 évesen költözünk el a szülői házból, ami azt jelenti, hogy sokkal erősebb függésben vagyunk, mint a korábbi generációk. Ezért különösen nehéz például a munkáltatóként 23-25 éves korosztállyal dolgozni úgy, hogy nem saját albérletben, nem saját lakásba mennek haza, hanem bizony visszamennek ebbe az úgynevezett MOMA hotelbe, aminek azért van ráhatása utána a munkahelyi életre is. Például az, hogy azért, hogyha valaki otthon lakik, akkor nyilván nincsen olyan financiális felelőssége a saját életéért, mint a saját családja lenne. Ergo, hogyha elege van egy cégből, sokkal könnyebben vált, sokkal agilisabb lesz, sokkal gyorsabban hoz döntéseket, sokkal inkább megteheti azt, hogy egyszer csak fogja magát és kilép és utcára kerül, amit akkor, hogyha már egy családot kell eltartani, hogy nyilván nem fogsz kockáztatni. Tudok, azt szoktuk mondani, hogy azért a pénz az szükséges, de nem elégséges feltétele. Az ugye tipikus helyzet, hogy egy exit interjún, egy kilépő interjún az Y-generációs is elmondja, hogy több pénzért váltott, persze több pénzért váltott, de nem több pénzért kell kezdett el állást keresni legtöbbször. Tehát ha azok az alapvető feltételek nem teljesülnek, amiket ő elvárna egy munkáltatótól vagy egy munkahelytől, akkor sokkal könnyebben megteszi azt a lépést, hogy elmegy, keres másikat. Tehát valamennyi fluktuációt el kell fogadni, nem lehet elvárni, hogy ugyanolyan fluktuációs szint legyen, mint lett volna, hogyha 20 évvel ezelőtti szektorbeli viselkedésről van szó. De az tény, hogy ez a szintű fluktuáció, ami most tapasztalatunk, már kezelhetetlen. Tehát, hogy dolgozunk úgy SSC-nél, hogy arról beszélünk, hogy hogyan építsünk csapatot, hogy egy vezető hogyan építse fel a saját csapatát, de hogy lehet úgy csapatot építeni, hogyha minden negyedik ember éven belül távozik. A fiatalabb Y-nokra is főként igaz az, hogy ezek, hogy babzsák, növényfa, stb. Ez így, ez a szép, de ez abszolút csak habatortán. Tehát azért, ha az alapvető pontok nincsenek meg, ami az önfejlesztés nagyon-nagyon fontos, az utódlás tervezés, az, hogy én egészen a legelejétől fogva, hogy ott dolgozom, szeretném látni, hogy merre fogok menni. És ezt sokan összekeverik azzal, hogy hát jön a nagypofájú Y-generációs, és már 2 éven belül menedzser akar lenni. Persze menedzser akar lenni, de nem erről van szó, hogy ő egészen konkrét kinevezést szeretne látni, hanem azt, hogy ő mit fog ott csinálni, mit tesz hozzá a saját életéhez azzal, hogy ott van, és mit tesz hozzá a világhoz, amit ugye azért született, hogy jobbá tegyen. Nagyon fontos, hogy a vállalati célok egészen pontosan szervezeti szintre le legyenek bontva, ezek kommunikálva legyenek. Az, hogy az Y ne úgy érezze magát, főleg egy SSC közepén, mint egy hangya az egész gépezetben, ne úgy dolgozzon, hanem úgy dolgozzon, hogy ő ott különleges, ő ott valamit csinál, ő tudja, hogy mit csinál pontosan, azon túl, hogy a megfelelő kockákat, a megfelelő rubrikákat kitölti. A középvezetőkön szokott lenni a legnagyobb teher, és ők igazából a kulcs az egész kérdéshez, mert hogy az összes ilyen employer branding projekt, vagy összes HR projekt, az csak nagyon-nagyon ilyen helikopter view-ból változtatja az egészet. De a középvezetői szint, a team leaderek és az operációs vezetőknek a szintje az, ahol a legtöbb múlik. Tehát ők azok, akik a legtöbbet tudnak tenni azért, hogy igenis minden egyes munkavállaló érezze, hogy mi az a kicsi, amit ő hozzátesz a nagy egészhez. És ebben egyébként irtózatos felelőssége van a vállalatvezetésnek, hiszen nagyon gyakran szembesülünk azzal, hogy a középvezető réteg az, ami olyan szinten túl van tolva operatív melóval, hogy semmi ideje nincs arra, hogy 30-40 fős tímeket irányítson. Hát hogy lehet 30-40 embernek egyszerre ápolni a lelkét? Pedig anélkül nem megy. Azt mondják, hogy a work-life balance már leváltotta a work-life integration, és ez olyannyira igaz, hogy nagyon sok ügyfelünk van, aki például az autofort üzemmódot egyáltalán nem is kapcsolja.
tolja be. Tehát, hogy egyáltalán nem out of office soha, és nem, nincs is erre igénye. Tehát, hogy azt szokták mondani, hogy az generációs flustát, ennek például mi a szöges ellentétét tapasztaljuk, tehát hogyha sikerül megtalálni azt a mozgatórugót, ami hajtja őket, akkor nem tudod őt rávenni, hogy pihenjen, mert ott van nála az iPhone-ja, mert azon bizony folyamatosan jönnek a céges levelek, mert a kollégáival messenger csoportokban, meg Viber csoportokban kommunikál, ami azt teszi neki lehetővé, hogy abszolút nem zárja be maga mögött az irodajtót. Az, hogy ki fognak égni, az egész biztos, meg gyorsabban is kiégnek, de nagyon sok esetben azt látni, hogy ez inkább a túlzott elvárások és a túlságosan gyors munkahelyváltogatások miatt alakul, úgyhogy sajnos a cinizmus az sokkal nagyobb ütemben nő, mint ahogy az régebben. Én nem látom, hogy ennek annyira az online technológia vagy a digitális benszülöttség lenne azoknak.